A tapadási és húlódási erőt fogjuk vizsgálni ennek a kockának a segítségével, illetve ennek a lapnak a segítségével. Meg fogjuk mérni, hogy ennek a kockának mekkora a legnagyobb lapja. Lemérjük centivel. Tehát egy 7x7-es kocka, ugye? Ez a legnagyobb lapja. És megnézzük még ezt a legvékonyabb oldalát is, hogy ennek mekkora a felülete. Ez pedig ugye 7x4-es, és most azt fogjuk vizsgálni, hogy lejtőn milyen magasra kell megemelnem a lejtőnek a szögét, ahhoz, hogy a kocka innen a tetejéről elkezdjen csúszni lefele a lejtőm. Most ugye a legnagyobb lapjával helyezem ide a kockát, szép óvatosan elkezdem emelni a lejtőnek a dőlés szögét, és azon a helyen, ahol a kocka megindul lefele, már megmozdult. Végezhetünk még egy próbát. Igen, ezen a lejtési szögön már elindul a kocka. Ezt a szöget, ezt lemérjük, a munkafüzetben rögzítjük. És most megnézzük, hogy a legkisebb felületű oldalán mekkora lejtési szög kell ahhoz, hogy a kocka el tudjon indulni. Elkezdem szép óvatosan emelni. És láthatjuk, hogy azért hamarabb elindult a kocka. Ezen a szögön láthatjuk is, hogy sokkal kisebb lejtési szög kellett hozzá. A mért adatokat a munkafüzetben rögzítjük. És most legvégül megnézzük, hogy egy érdes felületen, egy csiszoló papíron hogyan változik meg a lejtőnek a szögét, mennyire kell megdöntenünk, hogy a kocka el tudjon indulni. Ide helyezem a legnagyobb lapjával, és elkezdem emelni a lejtőt. Látható, hogy már túlléptük az előző lejtési szögeket, már jóval túlléptük, és a kocka még mindig nem indult meg lefele. Már túl vagyunk a 45 fokos szögön is, és a kocka még mindig nem indult meg lefele. Szabad szemmel is jól látható, hogy ezen az érdes felületen, ahol sokkal nagyobb a tapadási súrlódás, sokkal nagyobb lejtőszöget kellett képeznünk ahhoz, hogy a kocka leessen.